Sok szeretettel üdvözöllek ebben a mai gyakorlásban. Kérlek, hogy a szőnyeged végén helyezkedj el sarkülésben. Egy nagyon rövid ráhangolódással fogunk együtt megérkezni ebben a mai közös gyakorlásban. Ha elhelyezkedtél a sarokülésben, akkor csak igazíts ki a tartást. Legyen a hátad egyenes, legyen a mellkas megnyitva, és a tenyereket érintsük össze a szíved előtt ima tartásba. Engedd becsukódni puhán a szemeket, és csak kezdj el összekapcsolódni a légzéseddel. Kezd el megfigyelni ezt a lassú, puha áramlást. Érezd, hogy a belégzés és a kilégzés váltja egymást. És akár figyeld meg, hogy ma melyik esik jobban befogadni, belélegezni, vagy elengedni, kilélegezni. Akár azt is megfigyelheted, hogy van-e különbség a belégzés, kilégzés hossza között. És miközben követed a levegő áramlását, figyeld azt is, hogy hogyan kezd el magától lelassulni, elmélyülni a lélegzet. És vele együtt hogyan kezd el lelassulni az elme, és elmélyülni a jelenlét. Még egy utolsó kört kövess végig. Majd egyet sóhaj. Engedd az állat a mellkashoz közel. Dörzsöld össze a tenyereket, egy picit melegíts fel őket. És a meleg tenyerekkel kezd el átsimítani, átmasszírozni az arcot, szemöldököket, akár egy picit masszírozd át a halántékot, homlokot. Majd még egyszer simítsd le az arcot, hagyd kinyílni a szemeket, pislog néhányat. Majd engedd le a karokat, és gyere egy térdelő támaszban helyezkedj el. Legyenek a térdek csípőszélességben, tenyerek válszélességben. És már most kezdj el figyelni rá, hogy hogyan terhelsz a tenyerekre. Legyenek a kézujjak széttárva, és ne csak a tenyértövét told a talajba, hanem egészen a kézujjak alatti párnát is, hogy minél egyenletesebb legyen a terhelés az egész tenyér felületén. Ha leszorítottad a tenyereket, finoman told el magad a földtől, és kezdj el a vállakkal körözni a csuklók fölött. Először nyugodtan csak pici körökkel indíts, akár be is hunyhatod a szemeket, és figyeld, hogy milyen érzés ez a csuklókban, milyen érzés az, ahogyan változik a terhelés a tenyereken. Ha jól esik, akkor kezd el kiszélesíteni ezeket a köröket. Majd aztán fordíts meg a körzés irányát, másik oldalra is mozdulj párat. Figyelem a tenyereken, csuklókon legyen. És aztán állíts meg a körzést, érkezz vissza középre. Egy picit rázd le a bal kezet, jobb kezet, majd engedd vissza a tenyereket, és tedd le most a bal kéz hátat a földre. És amennyire jól esik, hozd a testsúlyt hátra, és figyeld, hogy ez most milyen érzés a bal kéz hátban, bal csuklóban. Figyelj rá, hogy fájdalom ne jelenjen meg, csak egy kellemes nyújtást érezz. Majd forgass vissza a bal tenyeret, tedd le a jobb kéz hátat is, egy
picit hozd hátrébb a testsúlyt, hogyha jól esik. Koncentrálj a nyújtásra. Majd forgass vissza a jobb tenyeret. Zárd össze a térdeket, sarkakat. Ülj hátra egy sarokülésbe. Még egyszer rázd le a csuklókat. Majd kulcsold össze őket, és így is körözz egy párat. Melegíts be, tényleg a csuklókat kelleni fog majd a kartámaszos gyakorlatokhoz. Egyik irányba is, másik irányba is. Majd állíts meg a mozgást. Gyere, belégzésre emeld a két kart fel a fülekhez, nyújtózkodj meg. Kulcsold össze a kézujjakat, fordíts fölfelé a tenyereket, tartsd lent a vállakat, és minden belégzésre csak nyújtozz jó magasra, a tenyerekkel, fejtetővel. Minden kilégzésre tartsd meg ezt a nyújtózkodást. Még egy belégzés. És kilégzésre bontsd a kézujjak kulcsolását, hajlíts be a karokat, hozd oldalra könyököket, és 90 fokban legyen behajlítva a kar. Belégzésre nyisd a mellkast, közelítsd egymáshoz a lapockákat, emeld az állat, majd kilégzésre domboríts, érintsd össze az alkarokat, tenyereket, engedd az állat a mellkashoz. Belégzésre homoríts, nyisd a mellkast, közelítsd egymáshoz a lapockákat, és kilégzés, domboríts. Belégzés, homoríts. És még egy kilégzés, domború a hát. Majd belégzésre középre gyere vissza, és kilégzésre engedd le a karokat. Sétálj előre a tenyerekkel. Először egy térdelő támaszt, igazíts ki, lábak csípőszélességben, majd pipálj a lábfejekkel, és egy tenyérnyit lépj előre a tenyerekkel. Hozd a két vállat csuklók fölé, és kilégzésre kezd el behajlítani a könyököket. Engedd le a mellkast a tenyerek közé, és érints le az állat is a földre, maradjon a medence kiemelve, 8 pont tartás. Belégzésre nyújts ki a karokat. Maradjon stabilan a medence. Kilégzés, hajlít a kar, tedd le a mellkas állat, vagy ha nehezítenél, tartsd meg egy picit a talaj fölött. Belégzés, nyújt a kar. Kilégzés, hajlít a könyök. És így folytasd tovább. Használd a karok erejét. Használd a légzésen. És tényleg nyugodtan próbáld ki, milyen, hogyha egy picit nehezítesz, hogyha nem teszed le a mellkast állat, hanem megtartod a talaj fölött. Még egy utolsó. És majd a kilégzésnél állj meg. Szorítsd le a tenyereket, emeld el a térdeket, nyújts ki a lábakat, gyere deszkatartásba. Előre nyújtózkodj a fejtetővel, hátra a farokcsonttal, sarkakkal. Aktiváld a hasizmot, farizmot és lélegezz. Mélyen be, hosszan ki. Használd az erőközpontod. Meríts onnan erőt. Köldök területéről. Lélegezz, még egy belégzés. És gyere kilégzésre, engedd le a jobb alkart, engedd ki a sarkakat jobbra, és a következő belégzésre a bal karral nyújtózz meg magasra. Lélegezz, emeld a medencét felfelé, érezd, hogy dolgozik a törzs jobb oldala. És tényleg segít, hogyha hosszan, lassan és mélyen lélegzel. Figyelj rá! Még egy belégzés itt. Kilégzésre engedd le a bal tenyeret a földre, majd belégzésre gyere vissza, deszkatartásba, és kilégzésre engedd ki a sarkakat most balra, lép hátra, jobb lábbal a bal mögé, és emeld a jobb kart a fülhöz, fordíts felfelé a mellkast, arcot.
Emeld itt is magasra a medencét, nyújtózkodj bele, és lélegezz hosszan, mélyen, tarts ki, koncentrálj, ne add fel. Még egy mély belégzés. Kilégzésre engedd le a jobb tenyeret, forgass vissza a lábakat, érkezz meg deszkatartásba, maradj itt, tarts ki, lélegezz. Még egy mély belégzés. Kilégzésre tedd le a térdeket a földre, kezd el hajlítani a karokat, és vagy tedd le a mellkast állat, vagy tartsd meg egy centire a talaj fölött. Belégzés, nyújt a kar. Kilégzés, hajlít. Próbáld ki, milyen, hogyha nem teszed le a mellkast állat. Belégzés, nyújt a kar. Kilégzés, hajlít. Belégzés, nyújt. És kilégzésre emeld el a térdeket, gyere deszkába. Majd tedd le a bal alkart a földre, forgass ki a sarkakat oldalra, és a következő belégzésre a jobb kart emeld magasra. Told fölfelé a medencét, érezd, hogy dolgozik a törzs bal oldala, és ne felejts el lélegezni, hosszan, mélyen. Még egy belégzés. Kilégzés, engedd le a jobb tenyeret. Belégzésre told fel magad, deszkatartásba érkezz, majd kilégzésre engedd ki a sarkokat jobbra, lép hátra a bal lábbal, támaszkodj a jobb tenyéren, és belégzésre nyújtozz meg a bal karral, fordíts fölfelé a mellkast, arcod. Mégy, lassíts a légzésed, koncentrálj, tarts ki. Még egy belégzését. És kilégzés, engedd le a bal tenyeret, fordulj vissza deszkába, belégzésre nyújtozz bele. Kilégzés, engedd le a térdeket, hajlít a kar, próbáld megtartani a mellkast állat a talaj fölött. Belégzés, nyújt a kar, marad lenn a térd. Kilégzés, hajlít a kar. Belégzés, nyújt. Kilégzés, hajlít. És belégzés, nyújt. Majd kilégzésre hozd hátra a medencét, zárd össze a térdeket, sarkakat, és érkezz meg egy leborulásba. Tedd le a homlokot, könyököket a földre. Lazítsd el teljesen a testet. Hunyd be a szemeket, lélegezz. Figyeld, hogy milyen érzeteket találsz a testen belüli térben. Vállakban, karokban, mellkasban. Figyeld azt is, hogy hogyan változott meg esetleg a légzésed, szívverésed ritmusa. És azt is nézd meg, hogy változott-e elméd állapota. Volt-e időd gondolkozni deszkatartás közben? Meg lehet, hogy elcsendesedett az elme. Lehet, hogy kevesebb lett a gondolat benned. Csak lélegezz, engedd egy picit megnyugodni a testet. Még egy hosszú kilégzésig maradj itt. És aztán lassan lép be a tenyerekkel a vállak alá. Belégzésre domború háttal told fel magad egy sarokülésbe. Majd a legvégén a fej legyen az utolsó. Maradjanak még behunyva a szemek.
Megérkeztél, végy egy mély levegőt, sóhajts egyet. És aztán lassan enged kinyílni a szemeket. Hozd a karokat hátra, kulcsold össze a kézujjakat. Nyújtozd meg lefelé az öklökkel, fölfelé az állal, mélyen lélegezz be a mellkasba. És kilégzésre kezdj el előre dönteni. Akár tedd le a homlokot, hogyha jól esik, és nyugodtan elemelheted a karokat. Csak figyeld a nyújtás érzetét a vállakban. Majd lassan engedd hátra a karokat, belégzésre egyenes háttal emelkedj fel. És kilégzésre lazíts, bontsd a kézujjak kulcsolását. Majd a jobb kart kinyújtva hozd el a test előtt, és a bal tenyérrel fogd meg a jobb kart, és nagyon óvatosan, finoman kezd el közelebb húzni magadhoz. Keresd a nyújtás érzetét, lélegezz bele. Egy belégzés, kilégzés, lazíts, cseréld meg a kartartást, hozd el magad előtt a bal kart kinyújtva, és a jobb tenyérrel húzd egy picit közelebb magadhoz. Keresd a nyújtás érzetét, lélegezz bele. Még egy belégzés, kilégzésre lazíts, rázd le a karokat. Majd gyere ülj ki valamelyik oldalra, nyújts ki a lábakat előre, egy picit a lábakat is rázd le. Majd állíts meg a mozgást, helyezd a lábakat teli talpra, lábak csípőszélességben legyenek, és forgasd előre a kézujjakat, így támaszkodj magad mögött. És hozd a medencét közelebb a sarkakhoz, úgyhogy a tenyerek közben maradjanak a helyükön, és csak kezd el beengedni a mellkast a vállak közé. És figyeld most is a nyújtás érzetét, lélegezz bele. Még egy hosszú kilégzés. És belégzésre nyújts ki a karokat, hozz vissza hátra a medencét, rázd le még egyszer a lábakat. Majd gyere hanyatfekvésbe, savászanában helyezkedj el, hagyd oldalra bukni a lábfejeket, fordíts felfelé a tenyereket, vigy egy mély levegőt, engedd el egy hangos sóhajjal, és csak figyeld, hogy hogy vagy most. Mi történt a testedben? Mi történt az elmében? Hogy érzed magad fizikailag, lelkileg? És ameddig jól esik, még egy picit maradj itt, relaxálj. Pihenj a savászanában. Pedig köszönöm a mai közös gyakorlást. Namaszté.